Napról napra hidegebb időjárást tapasztalhatnak a tanyákon élő emberek, ráadásul korábban is sötétedik. Elég egy megbotlás a késő délutáni szürkületben néhány fahassábbal botorkáló egyedülélőnek végzetes lehet a baj. A főként egyedül élő idős emberekhez visszatérően ellátogatnak az egyenruhások. Sok szépkorú csak jó szóra kis figyelemre vágyik. Mások konkrét segítséget kérnek, Gyújtóst kellene a kasba hordani, jó volna a gázpalackot bevinni és felszerelni, de akadt olyan bevásárlásból cipekedő, nehézkesen mozgó idős, akinek a rendőr segítette a bevásárló hazavinni. A pródafigyelés, ami szívet melengető. A Vármegyei rendőrök a külterületi tanyákon élő idősekhez minden nap visszatérnek annak érdekében, hogy az ott lakók biztonságáról megbizonyosodjanak. Figyeljünk egymásra, hiszen az éberség életet menthet. Ha a napközben közterületen, padon vagy földön fekvő embert látnak, ne menjenek el mellette közömbösen, hívjanak segítséget.